Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. December 11-e van Árpád névnapja. 74 éve megalapították az UNICEF-et, az ENSZ gyermekvédelmi szervezetét. 176 éve használtak először érzéstelenítést fokhúzásnál. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. 455-en pályáztak sikeresen a Prosperitáti Alapítvány földvásárlási kiírásán. A korábbiakhoz képest csökkent a napi fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában Szerbiában. Nem döntött újabb intézkedések bevezetéséről a szerbiai válságstáb. Felfüggesztették az idősek vásárlási idősávját Magyarországon. Ez 789 millió dinár, vagyis 2,4 milliárd forint támogatás jóváhagyását jelenti. A földvásárlási pályázatnak köszönhetően az eddig meghirdetett pályázati körökben összesen 5373 hektár termőföldet vásárolhattak meg a vajdasági magyar gazdák, hangzott el ma az alapítvány sajtótájékoztatóján. 462. Ennyien adták át pályázatukat a Prosperitáti Alapítvány legutóbbi földvásárlási kiírására, és csaknem minden pályázó pozitív elbírálásban részesült. A bizottság értékelése alapján ebben a körben 455 gazda juthatott kedvezményesen földterülethez, ezzel 1058-ra emelkedett a sikeres pályázók száma. Hogy ez a pályázati kör a pályázók számát figyelembe véve, a megvásárolt föld területét figyelembe véve, az értékeket figyelembe véve, körülbelül akkora teljesítményt jelent, mint az előző pályázati körök teljesítménye összesen. Tehát az idei évben az előző évek földvásárlási teljesítményt sikerült megduplázni. A nehézségek ellenére sikeres évet zárt a Prosperitáti Alapítvány, hangzott el a sajtótájékoztatón. 2020-ban 8 pályázati kiírásban 1134-en pályáztak sikeresen. A jóváhagyott támogatási összegek összértéke pedig 3,23 milliárd dinár tesznek ki. 14 ezertől is több sikeres pályázatunk van. Azt gondolom, hogy szépen haladunk előre. El tudjuk mondani, hogy a 20 milliárd forintnyi támogatást, illetve dinárnyi támogatást és a 40 milliárd dinárnyi összberuházást is meghaladtuk. Azt gondolom, hogy tartjuk a lépést, és azt tudjuk mondani folyamatosan, hogy a vajdasági a legnagyobb határon túli gazdaságfejlesztési program. A múlt héten kihirdetett pályázatok nyertesei a támogatási szerződéseket a jövő héten írhatják alá a területileg illetékes irodákban, a járványügyi intézkedések betartása mellett előre lefoglalt időpontban. A Prosperitáti Alapítvány sajtótájékoztatóját teljes egészében híradónk után tekinthetik meg. A korábbiakhoz képest csökkent a napi fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában Szerbiában. Már a 6534 koronavírusos beteget regisztráltak, és 55-en hunytak el a kór következtében. Egy nap alatt egyébként mintegy 20 ezer tesztet végeztek. Így ez azt jelenti, hogy mintegy 33%-os a pozitív esetek aránya. Csökkent a lélegeztetőgépen lévő betegek száma is. Tegnaphoz képest 4-jel kevesebb páciensről gondoskodnak így. 319-en vannak gépen. Kórházi kezelésre 8667-en szorulnak, 70-nel többen, mint tegnap. A járvány kezdete óta már több mint 2 millió tesztet végeztek el az országban.
nem hozott újabb intézkedéseket mai ülésén a szerbiai válságstáb. December 15-ig maradnak a jelenlegi szigorítások. Áttekintették a járványhelyzetet tekintettel a közelgő ünnepekre. Szó volt a külföldről hazatérők kötelező karanténba vonulásáról, illetve a kötelező PCR-tesztről. Azonban ezekről még nem döntöttek. A válságstáb következő ülése hétfőn lesz. Vajdaságban 794 új koronavírusos személyt regisztráltak az elmúlt 24 órában, áll a Vajdasági Közegészségügyi Intézet napi jelentésében. A tartományban jelenleg 40.349 aktív esetet tartanak nyilván. Ebből Újvidéken 11.500, Pancsován 4.300, Szabadkán 2.700, Nagybecskereken pedig 2.500 bizonyítottan fertőzött személyt regisztráltak. A többi nagyobb telep 1000 körüli a fertőzöttek száma. Jelenleg 191 koronavírusos beteget kezelnek a Szabadkai Közkórház COVID részlegein, tájékoztat az egészségügyi intézmény. Összehasonlításképpen csütörtökön ez a szám 197 volt. Az elmúlt 24 órában 85 tünetekkel rendelkező beteget vizsgáltak meg a kórházban, és 22 pácienst bent tartottak kezelésen, míg 28 eddig ott lávadozó személyt otthoni házi karanténba küldtek. A kórházba fekvő betegek közül 19 személy állapota súlyos, ők intenzív terápiát kapnak, és közülük 15-en vannak lélegeztetőgépre kapcsolva, áll a napi tájékoztatóban. Rendkívüli helyzetet hirdettek Zenta község területén a romló járványügyi helyzet miatt. A döntést Szeglédi Rudolf hozta meg Zenta rendkívüli helyzetek községi törzskarának javaslata alapján. A polgármesteri rendelet értelmében az eddig meghozott járványügyi előírások továbbra is érvényben maradnak. A rendkívüli helyzetet a védelmi intézkedések hatékonyabb lefolytatása, valamint a lakosság életének és egészségének védelme céljából vezették be. Jelenleg 250 aktív fertőzöttet jegyeznek a község területén. ...6197 újabb személynél mutatták ki a koronavírus fertőzést Magyarországon. Így a regisztrált fertőzöttek száma összesen 185.878. Elhunyt 171 többségében idős krónikus beteg, így a halálos áldozatok száma 6622-re emelkedett. A gyógyoltak száma 78.700 fő. Kórházban jelenleg 7841 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 610 vannak lélegeztetőgépen. Dr. Galgóczi Ágnes az operatív törzs napi sajtótájékoztatóján elmondta, a Magyar Posta ZRT a mai napon kezdte meg azon tájékoztatók kézbesítését a nyugdíjasok számára, amelyek visszaküldésével jelezhetik a védőoltás iránti igényüket. A Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője hozzátette, a védőoltás egy specifikus megelőzési módja a fertőzésnek, azonban a fertőzésre való fogékonyságukat számos más tényező is befolyásolhatja. Az egészséges, kiegyensúlyozott, megfelelő mennyiségi és minőségű táplálék, amely vitaminokat és nyomelemeket is tartalmaz, nagyban befolyásolja azt, hogy a fertőzések ellen ellenállóak legyünk. Ne hanyagoljuk el a testmozgást sem. A jelen járványügyi intézkedések idején a szabadtéren az egyéni sportolási lehetőségek megengedettek, tehát egy séta, gyaloglás, futás vagy kerékpározás ebben az időszakban is megengedett és ajánlott is. Megérkezett a kínai oltóanyag dokumentációja Magyarországra, közölte Facebook oldalán Szijjártó Péter. A magyar külgazdasági és külügyminiszter azt írta, a magyar szakemberek nekiláthatnak annak a vizsgálatnak, amelynek eredményeként eldönthetik, hogy engedélyt adnak-e a kínai oltóanyag magyarországi használatára. Mint fogalmazott, a vakcina biztonságossága nem politikai vagy ideológiai, hanem szakmai kérdés. Amennyiben a szakemberek pozitív döntést hoznak, azonnal megkezdik az oltóanyag importjára vonatkozó szerződés megkötését, tette hozzá Szijjártó.
Szombattól felfüggesztik az idősek vásárlási idősávját Magyarországon. November vége óta a 65 évnél felettiek számára 2 órás vásárlási idősávot biztosítottak minden nap. Sokan éltek ezzel a lehetőséggel, hisz ilyenkor kisebb a tömeg és gyorsabban be lehet vásárolni, így kevesebb ideig vannak kitéve a fertőzés veszélynek. A védett sávot azonban most felfüggesztik az idősek tanácsa javaslatára, ugyanis a közelgő ünnepek miatt egyre nagyobb tömeg alakulna ki az üzletekben. Péntek délelőtt igen sokan megfordultak az egyik budai bevásárlóközpontban. Természetesen főként idősebb személyekkel találkoztunk, hiszen hétköznaponként 9 és 11 óra között, hétvégén pedig 8 és 10 óra között csak a 65 évnél idősebbek léphettek a magyarországi élelmiszerboltokba, drogériákba és gyógyszertárakba. Kevesebben vannak, és hamarabb be lehetett vásárolni. És ön kihasználta ezt sokszor? Kihasználtam. Járt a sávon kívül is? Nem, most mióta ez a rendelet van, én sávon kívül nem jártam. A közeledő ünnepek miatt azonban felfüggesztik a védett idősávot. Az helyesnek tartom végső soron, hogy ne kelljen a fiataloknak a ajtón kívül állni azért, hogy az eladó kihozza neki az árut. A vásárlási idősáv bevezetését még november végén javasolták az idősek tanácsának tagjai, de a tavaszitól eltérő gyakorlattal. Akkor ugyanis csak a 65 éven felüliek számára előlátott idősávban vásárolhattak az idősek. Tudnak élni ezzel a lehetőséggel, sokan ki tudták használni ezt a vásárlásra, ugyanakkor azt látják, hogy az ünnepek közelettével egyre nagyobb a tumultus, egyre többen vannak ráadásul szabadságon, és egyre nagyobb a feszültség a különböző korosztályok között a védett idősáv miatt. Novák Katalin közölte, az idősek tanácsának tagjai azt javasolják, hogy legalább hétvégére, de akár teljes egészében a karácsonyi időszakra való tekintettel függesszék fel az idősáv használatát. Csütörtökön a kereskedelmi szervezetek is az idősek vásárlási sávjának felfüggesztését kérték. Arcvesztés nélküli kompromisszumos megoldást ért el Brüsszelben az uniós költségvetéssel kapcsolatban a magyar miniszterelnök. Így értékelte mai sajtótájékoztatóján a tegnapi megegyezést Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke úgy fogalmazott, ennek hatására a következő években a magyar költségvetés teljesítőképessége jelentősebb és szerteágazóbb lehet. A VMS első embere szerint ez a megoldás regionális lehetőségekkel is bír. Nem csak költségvetési szempontból fontos ez, hanem szomszédságpolitikai, regionális politikai és európai politikai szempontból is nagyon fontos, mert azt erősíti meg, amiben mi folyamatosan hittünk és amiben reménykedtünk, hogy Európának ez a része föl fog értékelődni, az a része, amelyikhez nem csak Magyarország tartozik, hanem amelyikhez Szerbia is tartozik. Módosult a Magyar Nemzeti Tanács költségvetése, erről ma elektronikusan szavaztak a testület tagjai. A járványhelyzet ellenére a tervezetnél több mint 14%-kal sikerült növelni a bevételeket és a kiadásokat. A testület jóváhagyta a Szekeres László Alapítvány jövő évi munka és pénzügyi tervét. Ennek fontos tétele a szomszédos telek megvásárlása, ahol újabb tantermekkel és közösségi terekkel bővül majd a VM4K. Emellett tanárlakásokat vesznek a Szabadkára utazó vendég előadók elszállásolására. A testület ismét megválasztotta a Pannonia Alapítvány műsorigazgatójának Kozma Zoltánt, aki jelenleg az MNT tájékoztatási bizottságának elnöke is. Ami ugyancsak jó hír, hogy valamennyi tétel növekedett, legnagyobb mértékben viszont a helyi önkormányzatok támogatása. Ez arról árulkodik, hogy nagyon sikeres együttműködést tudtunk kialakítani ebben a szerencsétlen helyzetben is. Ott, ahol kellett, az önkormányzatokat igyekeztünk támogatni, ugyanakkor ők is a Nemzeti Tanácsnak a támogatását növelték ilyen szempontból. Tehát ez a 33%-os növekedésre soha nem volt példa az elmúlt időszakban. Az MNT elnökével készült interjút teljes egészében híradónk végén a Híradó Pluszban tekinthetik meg.
Hullámvasút jellege van az Európai Unió bővítési folyamatának, ugyanis időnként felgyorsul, máskor pedig lassul a történet, fogalmazott a Szabadkai Magyar Rádiónak adott interjújában Deli Andor. A Fidesz-KDNP vajdasági származású EP képviselője elmondta, az, hogy az unió illetékes szervei nem az új bővítési mechanizmusok mentén működnek, illetve hogy a bővítés kérdésének ügyében nem történik jelentős előremozdulás, semmiképpen sem jó üzenet Szerbia számára. A csatlakozásra váró többi nyugat-balkáni tagjelölt államnak sem jó ez a helyzet, fogalmazott Deli Andor. Amikor megnézzük azt, hogy ebből mi került mentációra a tanács részéről, a tanács munkamenetében mi változott ennek köszönhetően, sajnos azt láthatjuk, hogy semmi. Ugyanúgy eseti fejezetek megnyitását fontolgatják, nem pedig az úgynevezett csomag elvet követik, számos más munkatestületi ülést nem úgy szerveznek, mint ahogy az új módszertan előlátná. Szóval azt látjuk, hogy nem igazán készültek föl arra az új típusú tárgyalási folyamatra, menetre, amit ez az új módszertan jelentett volna. 50 millió dinárral támogatják a vajdasági szociális intézményeket. Erről döntött ülésén a tartományi kormány. A pénzt egyebek mellett orvosi berendezések vásárlására, a létesítmények felújítására, ágyak és matracok, valamint számítógépes berendezések beszerzésére, a vízvezeték és fűtőhálózat munkálataira, szellőztető és légkondicionáló rendszerek kiépítésére, illetve szállítómentő autók vásárlására fordítják az érintett intézményekben. Pénzt kap mások mellett az Óbecsei és a Zombori Gerontológiai Központ, továbbá a Bács-Kossuth-falvi Otthon értelmi fogyatékosokat gondozó intézet. A tartományi kormány döntött arról is, hogy a Vajdasági Klinikai Központnak csak nem 9 millió dinárt ad oxigénterápiára. Infrastruktúrával kapcsolatos kérdésekről beszélt dr. Pásztor Bálint és Lálics Urbán MSS Szabadkán, derült ki a Szabadkai VKT elnökének Facebook bejegyzéséből. Az újonnan kinevezett infrastruktúrafejlesztési államtitkárral a várost érintő projektek kapcsán ültek tárgyalóasztalhoz. A fő téma az Y-ággal kapcsolatos munkálatok voltak. A bejegyzésből az is kiderül, hogy a projekthez további 250 millió dinárt sikerült szerezni a most elfogadott köztársasági költségvetésben. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó folytatásában. Az interneten is vásárolhatunk vajdasági helyi termék védjeggyel rendelkező árukat. Egy nagyértékű motorkerékpárt ajánlottak fel Pál Gajódi Olivér gyógykezelésére. Holtan találták azt az idős férfit, aki tegnap tűnt el a Szabadkai Közkórházból. A 80 éves harangozó Mihály élettelen testét az egészségügyi intézmény udvarán találták. A halálesetet a Pannoner TV-nek megerősítette az elhunyt lánya is. Sajtóértesülések szerint a holttestet a pszichiátriai részleg mögött találták meg. Harangozó Mihály először vasárnap tűnt el az otthonából, akkor a lánya és családja egy közeli erdős területen talált rá. Rossz egészségügyi állapota miatt azonnal kórházba szállították, ahol megállapították, hogy koronavírussal fertőzött. Az idős férfi cukorbetegségben is szenvedett. A vajdasági helyi termékek védjegy odaítéléséről döntött ma délelőtt a Prosperitáti Alapítvány és a Vatabettel és a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségével együtt. A megjelölést minden olyan termék megkaphatja, amely hűen visszatükrözi a hagyományos vajdasági jegyeket. A védjeggyel ellátott kézműves árucikkek már megtalálhatóak egyes üzletek polcain, azonban ezek a drágább árkategóriába sorolhatóak. Az eseményen 54 készítő több mint 200 termékét értékelte a szakmai zsűri. A Bálint pincészet 6 féle borral is jelen volt a véleményezésen. Fontos ugye, hogy megfelelünk-e annak a követelményeknek, amit a helyi termék védjegy kíván, és hát ez itt majd eldől, de egyébként hát ez a vevőknek is
szerintem majd fontos lesz, amikor rajta lesz a termékünk, hogy a helyi termék védjegyet visel. A vajdasági helyi termék védjegy ma már Szerbiában is hivatalosan bejegyzett megjelölés, így most már bárhol használhatják a termelők és a kézművesek. Egy ilyen terméknek több szempontnak is meg kell felelnie. Ugye azért lett felkérve a zsűri, hogy azokat a motívumokat és azokat a hagyományokat ellenőrizze, hogy ez valóban megfelele a vajdasági értékeknek, hisz ugye egy magyarországi motívum az nem biztos, hogy vajdasági helyi termékké válik. A helyi termékek részére Facebook oldalt hoztak létre a szervezők, így a karácsony közelettével ezen a felületen is tudják értékesíteni a készítők a termékeiket. Emellett már folynak a tárgyalások egy zentai kézművesbolt kialakításáról is a város szívében. Dél-Banátban, Torontál vásárhelyen is érezhetőek a szigorítások gazdasági hatásai. A helyi magánvállalkozók az előírt szabályokat betartva a nehéz helyzet ellenére is igyekeznek fenntartani magukat. Kevesebb munka, jelentős bevételcsökkenés, gyérforgalom. Erre panaszkodnak a Torontál vásárhelyi vállalkozók. Kovács Mihály elmondta, kaotikus állapotok uralkodtak az általa működtetett mezőgazdasági magángyógyszertárban a járvány kitörésekor. Szóval nagyon meg voltunk lepődve ott márciusban, amikor ez elkezdődött, akkor egy nagyon nagy zűrzavar volt az emberek, úgyhogy azt se tudtuk, hogy mi lesz ennek az egésznek, és az elejesé a vége. Na de akkor volt egy olyan nagyobb hullám, hogy az emberek vásároltak, nagyon sokat bevettek mindenből, hogy legyen, mert most nem is tudom, mi lesz. Az elmúlt, jött a nyár, na azt hittük, hogy most már a nyáron már kicsit megszűnik, hogy jól lesz minden, de sajnos akkor most jött ez az őszi és a téli időszak, ahol még ilyen rövidített idővel dolgozunk, hétvégén nem szabad dolgozni, napközben ugye most per pillanat 5 óráig bírunk dolgozni, ami természetes, hogy nagyon kihat a munkára és az egészre. Na de nem hagyjuk magunkat. David Lázár nemrégiben nyitotta meg saját kávézóját. Elmondta, kezdetben elégedett volt, de később már alkalmazkodnia kellett az új kihívásokhoz. Krenulo je dosta dobro, sad kako je usledila ova situacija sa koronom, dosta je opao promet, bukvalno na pola. Dozvoljeno nam je da radimo tu dostavu na kućnu adresu, jer preko dana ovako dosta ljudi slabo dolaze, jer verujem da se i boje i sede više kućama, i sad radimo tu dostavu, ali to onako dosta slabo ide. Pa vidjet ćemo kako će biti dalje. Nadamo se da će se sve popraviti od sljedeće godine. Az emberek igyekeznek nem elhagyni magukat, ezért a fodrászatok továbbra is népszerűek, mondja Tóth Bettina, az egyik helyi fodrászüzlet tulajdonosa. Az ünnepi készülődés, hogyha nem lenne ugye a vírus, akkor nekünk a legnagyobb bevételt jelenteni év végén. De mivel korlátozva vagyunk, ezért nem lesz megengedve, és az emberek se tudnak sehova elmenni, nem mehetnek szórakozni, nem szabad összegyűlni, úgyhogy már ez a reményünk is úgy elfoszlott. A helyi vállalkozók is abban bíznak, hogy hamarosan enyhítések jöhetnek. Addig azonban felelősen be kell tartani a járványügyi rendelkezéseket. A Vajdasági Művelődési Központ idén Klem Józsefnek, a Vajdasági RTV igazgató helyettesének ítélte oda a Kultúra Szikrái díj multikulturalizmusért és interkulturalizmusért kijáró érmét. Klem igazgatójaként hozzájárult ahhoz, hogy 16 nyelven sugározzon műsorokat az Újvidéki Rádió. Munkásságával elősegítette, hogy Szerbiában a sajtó területén a különbségeket előnyként, ne pedig konfliktus forrásként kezeljék. Államművelődési Központ méltatásában. Ami a multikulturalizmus és interkulturalizmust illeti, ezek a szavak eléggé lejáródtak az utóbbi időben itt nálunk, hiszen senki sem tudja, mi is a pontos tartalmuk. Én azt hiszem, hogy csak azt tud multikulturálisan és interkulturálisan gondolkodni, aki először a saját nemzetének az érdekeit vállalja fel, a saját nemzetének a nyelvéért, kultúrájáért és hagyományaiért harcol, megért ti, hogy a többi nemzeti kisebbség szintén ugyanezeket a célokat tűzi ki maga elé,
és végül akkor úgy határoz, hogy ezek a saját értékeit megmutatja a többieknek, akik vele együtt élnek, és ugyanígy hajlandó megismerni és felvállalni azokat az értékeket, amelyeket más kisebbségi közösségek képviselnek. Egy Honda motorkerékpárt kínáltak fel Olivér gyógyulásáért. A belgrádi Nemanja Ugresic azzal vált ismerté, hogy a motorkerékpárjai értékesítéséből befolyt pénzt beteg gyerekek gyógykezelésére fordítja. Most ismét felkínált egy Honda CX500-as motort a Twitteren 10 000 euróért. Az összeget az egyéves pálgajudi Olivér gyógykezelésére ajánlaná fel. Mint írja, minden gyerek számára összegyűlt a pénz, kivéve Olivért. Nemanja Ugresic műhelyében régi motorkerékpárokat újít fel, és már októberben is segítette Olivért. Akkor 9999 euróért adta el az általa készített motort, és Minya, Lana és Olivér között osztotta szét a pénzt, mindenkinek 3333 euró jutott. Meghaladta az 1.176.000 eurót az SMA 1-ben szenvedő pálgajudi Olivér számára összegyűjtött összeg. A bajmoki kisfiú gyógykezeléséhez szükséges 2,3 millió eurónak így már több, mint a fele megvan, közölték Olivér hivatalos Facebook oldalán. Az összefogásnak köszönhetően egy hét alatt 174.000 euróval sikerült növelni az elérni kívánt összeget. A kisfiú hamarosan egy éves lesz, a több mint 2 millió euró értékű gyógyszert legkésőbb 2 éves koráig kell megkapnia. Az adománygyűjtésről a budihumán.rs oldalon, vagy az Olivér SMA Baby elnevezésű Facebook oldalon lehet tájékozódni. 429 facsemetét ültettek el a Törökkanizsa község 9 településén az elmúlt napokban. A fásítási akciót a Törökkanizsáért Egyesület a Vajdaság Erdei Közvállalattal közösen szervezte meg. Hársfákat, lucfenyőket, hegyi juhart és tujákat telepítettek a bánáti község területére. Törökkanizsa község 9 településén szervezték meg a fásítást. A szervező Törökkanizsáért Egyesület elnöke elmondta, hogy már jó ideje tervben volt az akció. Most kaptunk zöld fényt a Vajdaság Erdei Közvállalattól, hogy ezt az akciót meg tudjuk valósítani. Így meghirdettük a Törökkanizsa község területén, hogy a helyi intézmények, helyi közösségek és civil szervezetek jelentkezzenek, hogy ugye kapjanak facsemetéket. A Vajdaság Erdei Közvállalat szakemberei még novemberben végigjárták a fásítandó területeket, és útmutatóval látták el a helyieket. Ezt követően a Vajdaság Erdei Közvállalatnak a szakembereivel átjártuk a helyszíneket, és az ő javaslatukra állítottuk össze a facsemetéknek a fajtáját. Természetesen ugye szakmai szempontokat figyelembe vettek, hogy melyek azok a fafajták, amelyek adott területen jól érzik magukat, meg tudnak lenni, beleillenek a környezetükbe, a már meglévő fasorokba. Hársfákat, lucfenyőket, hegyi juhart és tujákat is telepítettek a bánáti község területére. Facsemetéket nem véletlenül, nem spontánul válogattuk, hanem a Vajdaság Erdei Közvállalat erdész mérnökei válogatták. Külön parkos és városi környezetre nevelődtek a Vajdaság Erdei Közvállalat faiskoláiban. A facsemetéket a Vajdaság Erdei Közvállalat biztosította mintegy 250 000 dinár értékben. Pénzadományokat és csomagokat gyűjt az Ubecsei Ifjúsági Szervezet a község területén élő szegény sorsú gyerekek számára. Azok, akik szeretnének örömöt szerezni a rászorulóknak, adományaikat december 23-áig adhatják át a szervezőknek. U suradnji sa inicijativom Humani ljudi Bečeja, kao i sa društvom prijatelja dece, ali i u suradnji sa sekretarima seoskih mesnih zajednica, BUM će i ove godine kreirati spisak dece koja ni na koji drugi način neće dobiti novogodišnje paketiće. Podsjetimo, prošle godine u ovoj našoj inicijativi je učestvovalo preko 100 dece, odnosno podelili smo više od 100 paketića. Takođe, želela bih da naglasim da ove godine nećemo moći da održimo dodelu paketića u prostorijama BUM-a zbog epidemiološke situacije.
populacije, međutim naši članovi su odlučili da ove godine zato Deda Mraz poseti svu decu koja budu uključena u ovu akciju na kućne adrese. I takođe, dakle, još jednom, eto, pozivam sugrađane da se priključe i da doniraju. Kontakt telefoni mogu da se nađu na sajtu Bečijskog udruženja mladih ili nas mogu kontaktirati porukom u inbox na Facebooku ili na Instagramu. Az emberek által létrehozott anyagok most már túlsúlyban vannak a Földön a természetes biomasszához képest, figyelmeztet egy kutatás. Mint írják, egy ember egy hét alatt több mesterséges anyag létrehozásáért felelős, mint a saját testsúlya. A kutatás során az emberek által létrehozott anyagok mennyiségét vizsgálták meg, így főként a betont, a fémeket, a műanyagot, a téglát és az aszfaltot. Arra is figyelmeztettek, hogy mostanra csak a műanyagok tömege nagyobb, mint az összes földi és vízi élőlény súlya együttesen. A szerbiai Szuperliga 18. fordulójában a szabadkai Spartakus és a Vojvodina labdarúgói csapnak össze szombaton 14 órakor a Szabadkai Városi Stadionban. A Spartakus új vezetőedzője szerint nehéz meccs elé néznek, a legnagyobb kihívásuk Nikola Drimcsics az újvidékiek középpályásának kijátszása lesz. Vladimir Buács elmondta, több fiatal játékos is pályára lép a szabadkai csapatban. Obe ekipe se nalaze u dobroj formi i da i mi i oni igramo jedan otvoren, atraktivan futbal, igramo na gol više i sigurno je da nas očekuje jedna jako kvalitetna utakmica, utakmica gde će obe ekipe želiti da dođu do tri boda i da nas očekuje jedna prava muška borba. Ponavljao sam i na prethodnim konferencijama da mi je stvarno žao što neće biti publike na našem stadionu, međutim, iskreno se nadam da će publika, pored malih ekrana, uživati u ovoj utakmici. Módosult a Magyar Nemzeti Tanács költségvetése, erről ma elektronikusan szavaztak a testület tagjai. A járványhelyzet ellenére a tervezetnél több mint 14%-kal sikerült növelni a bevételeket és a kiadásokat. A testület jóváhagyta a Szekeres László Alapítvány jövő évi munka és pénzügyi tervét. Ismét megválasztotta a Pannonia Alapítvány műsorigazgatóját, valamint oktatási intézmények személyi kérdéseiben is döntött. Az ülést követően Hajnal Jenő elnökkel Farkas Aténe beszélt. Elektronikus úton szavazott ma a Magyar Nemzeti Tanács testülete a legfontosabb döntésekről. Hajnal Jenő elnököt kérdezem most. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mi volt a legnagyobb horderejű döntés, amivel kapcsolatban dönteni tudott a mai nap folyamán a testület? Úgy gondolom, hogy több napi rendi pont is fontos volt, hiszen az idejében először módosítottuk a költségvetésünket, ugyanakkor fontos társalapításunkban, illetve alapításunkban működő intézmény szervezet jövő évi programját és pénzügyi tervét fogadtuk el. A költségvetési módosításra ugye több okból is fontos volt, hogy ez megtörténjen. Egyrészt azért, hogy az új program orientált költségvetés megköveteli, hogy minden egyes változást alakítsunk, változtassunk. Ebből adódóan ugye félő is volt, hogy hogyan tud a járványhelyzetben megvalósulni a költségvetésünk. Hát örömmel számolhatok be arról, hogy 14%-kal sikerült növelni a bevételeket, ez alapján a kiadások is így alakulhattak. És hát egyrészt annak ellenére, ugye, hogy elhíresztelődött, hogy a köztársasági költségvetés csökkenteni fogja a nemzeti tanácsok támogatását. Ez nem történt meg, ami ugyancsak jó hír, hogy valamennyi tétel növekedett, legnagyobb mértékben viszont a helyi önkormányzatok támogatása. Ez arról árulkodik, hogy nagyon sikeres együttműködést tudtunk kialakítani ebben a szerencsétlen helyzetben is. Ott, ahol kellett, az önkormányzatokat igyekeztünk támogatni, ugyanakkor ők is a Nemzeti Tanácsnak a támogatását növelték ilyen szempontból. Tehát ez a 33%-os növekedésre soha nem volt példa az elmúlt időszakban, és bízunk benne, hogy a jövőben ez még inkább azt erősíti meg, hogy nagyon szoros kapcsolat tud kialakulni a döntéshozatal minden szintjén, a nemzeti tanáccsal. Ez a legfontosabb célunk is.
Amit fontosnak tartanék még elmondani, hogy a Nemzeti Tanács működési költségvetésén kívül, amely csökkent, szinte valamennyi tételt sikerült növelnünk. Természetesen nagyon sok program, rendezvény egyéb elmaradt, viszont új beruházások, egyházi fejlesztések pedig meg tudtak valósulni. Ami fontos még, hogy a Szekeres László Alapítvány elkészítette jövő évi költségvetési tervét, és hát ebből az derül ki, hogy tovább erősödik, bővül mindenekelőtt a Vajdasági Magyar Képző Kutató és Kulturális Központ, hiszen a tevékenységét az elmúlt években láttuk, hogy milyen szintre tudta fejleszteni. A szomszédos kis épületet is megvásárolták, itt új közösségi terek, tantermek kialakítása fog megtörténni, és az az anyanyelvűsített felsőoktatás, amely itt folyik, tovább erősödhet, hiszen az újabb anyaországi támogatásnak hála tanárlakásokat tudunk itt Szabadkán vásárolni, tehát ezáltal még inkább ide köthetjük a képzéseket, a magyar nyelvű képzéseket, és hát a Magyarországról máshonnan érkező vendégtanárok elszállásolása is megoldódik majd. A hét nap terve ugyancsak nagyon előremutató, látva azt, hogy ebben a helyzetben mit jelent az online híradás, mit jelent egy lapnak a megjelenése úgy, hogy a világ bármely pontján olvasni tudják. Egy kettősséget hoz magával, egyrészt egy heti lapnak minél tetszetősebbnek, minél tartalmasabbnak, olvasmányosabbnak, magazin jellegűnek kell lennie. Más oldalról viszont azt látjuk, hogy a hírek, a napi hírek és a honlapon, ha megjelennek, mekkora erővel bírnak. Úgy látom, hogy ezek azok a fejlesztések, amelyek a hét napban leginkább előtérbe kerülnek, de nem csak a jövő évre, hanem a későbbiekben is. Az Európa Kollégiummal kapcsolatban is határozati döntés született, ez mit tartalmaz? Az Európa Kollégium jövő évi tervében ugyancsak a szakkollégiumi rendszer tovább bővítését látjuk, és a tehetségprogram kiszélesítésével azt hiszem újabb kihívások várnak, nem csak az Európa Kollégiumra, hanem a fölépülő középiskolai kollégiumi hálózatban is egy egészen új forma fog kiderülni, amely lényegében része lesz már a Magyar Nemzeti Tanács következő ülésén elfogadásra kerülő terveknek és jövő évi költség. Erre az ülésre valahol ott az év végén, ha sikerül, akkor rendesülés formájában, mégpedig december 29-én szeretném megtartani. A Pannon RTV házatájáról is hírek érkeztek, miről lehet beszámolni? A Pannoni Alapítvány új műsor igazgatóját, Kozma Zoltánt, újságírót, szabadkai lakost neveztük ki, elfogadtuk a jelölését, és hát ami fontos és jelentős, hogy ő régóta már a Pannon rádió és televízióban dolgozik, és hát a Magyar Nemzeti Tanácsban is, annak bizottságában mindig fontos szerepet töltött be a tájékoztatásban. Most ebben a pillanatban a tájékoztatási bizottság elnöki tisztségét is betölti. Számos oktatási intézményben új igazgató bizottságokat, felügyelőbizottsági tagokat neveztünk ki három iskolában, így Szabadkán a Mojsé útiban is új igazgató került oda. A régi igazgatónő státusát erősítettük meg, és örülünk annak, hogy mindaz, amit az elmúlt időszakban a Nemzeti Tanács úgy gondolt, hogy oktatásfejlesztésben fontos emberi személyekben is, ezek a bizalmat ugye úgy tudták megerősíteni, hogy ugyanazokat az igazgatókat tudtuk kinevezni egyebek között itt Szabadkán is. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. A híradót Szabadkáról Farkas Aténe tudósította. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. 455-en pályáztak sikeresen a Prosperitáti Alapítvány földvásárlási kiírásán. A korábbiakhoz képest csökkent a napi fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában Szerbiában. Nem döntött újabb intézkedések bevezetéséről a szerbiai válságstáb. Felfüggesztették az idősek vásárlási idősávját Magyarországon.
Köszönjük figyelmüket! További hírek és információk a pannonrtv.com-on, ahol műsorainkat is visszanézhetik. Maradjanak továbbra is velünk, vigyázzanak magukra, szép estét, na viszontlátásra!